az Isten! Sziasztok emberek, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, ahol a Temuról kaptam egy csomagot, amit le kell, hogy teszteljünk. Mi van abban a csomagban? Alex és István lesz az én ellenőröm, hogy a dolgok, amiket rendeltem, azok jók, vagy nem. A lényegnek... Itt a mikrofon. Itt. Jaj, bocsánat. A lényegnek a lényege az, hogy a Temu most törekszik be Magyarországra, szóval ha rendelnél valamit róla, akkor csak saját felelősséggel tedd meg ezt, és adnám is a szót Istvánnak, mert már annyira... Mi ez a Sebestény Balázs ember? Istvánnak adsz a mikrofon. Na, mi van abban a csomagban? Tehát húzunk és megnézzük, mit húztunk. Így van, és zsebre és rakhatjuk. Letesztelitek. Utána zsebre rakod. Akkor ezt megtartod? Megtartatod. Az mi? Jó! Még ilyen fasságot rendelni. Ez kérlek szépen emberek, az Electro Voltage 10000. Ez egy társas játék. Orosz igazából. Elektronik változatban. Igen, igen, igen. Igen. Na István, akkor... Na hallám. Nincs benne, nem? Ah! Engem megrázott. Engem? Most akkor egyet forgassunk. Tedd bele, te is köcsök. Én. Gyere ide. Elejtem a kamerát. Mondjuk nem olyan erős, csak megijedtem. Értékeld a terméket, amit rendeltem hát, a Temu. Még nem rázott meg, de egyelőre nagyon tetszik. Szóval ezt te is rakod zsebre. Nyugodtan viheted. Ez a termék kérlek szépen 1177 forint volt. Ennek alapján értékeld. Megérte vagy nem érte? Megérte. Megérte, jó? Megérte. Igen, szerintem is. Szerintem is jó ívós játék. Menjünk a következő termékre. Yes. Jó, mélyéről akartam. Akkor ez mi? Ez mi? Ez a termék nem más, mint egy halmaszk. Tudom mi, az ESP halpofa jelmezem nekem is van. De ez jó nagy te. Azt akkor ez kinek a fejére csinálták? Sokkal jobb színekbe látszik. Azta de büdös. Te hülye, a szememet kiütted. Ez hülye, bazd meg. Bocs, bocs. A szememet kinyomtad a helyéről. Menjen innen! Jó, oda! Következő termék! Mit csinál? Ez a termék 1630 forintba került. Megérte az árát? Meg lehet ijeszteni vele valakit? Meg lehet ijeszteni azt, aki felveszi, mert úgy arcon csak nem láttam, hogy jön a csapás. Figyelj, egyszer az életben megéri, de többször megvenni. Hát nem mennék többször ilyen. Nem, tehát egy van, ez nekem nem kell, igazából egy van. Ez az én következő termékem. Puha? Igen, puha, mivel egy kapibara? Ez mi, herkentyű burja? Bober! Bober! Kurva! Ó, de cuki! Jó a minősége is? Jó, ez jó. Nem ilyen kicsi óra van. Hamburger kapibara. Ez kurva sejmes. Azért fizetnék 20 eurót. Hát nem került annyiba, ez összesen került 3531 forintba. Ez amúgy Kleminek a szülinapi ajándéka az egyik. Mert? Mivel, hogy annyira szereti a kapibárákat, ezért gondoltam, hogy őt is meglepem valami kis cukisággal. Ez az enyém, igen? Ez én biztos. Hogyha kedvetek támadt a Temut használni, akkor azt ajánlom, hogy a linkemen keresztül tegyétek meg, vagy csak egyszerűen írjátok be a kódomat a keresőbe, ez egy 40.000 forint értékű kuponkód, amit nyugodtan felhasználhatok. Ha meg azok közül a termékek közül valami megtetszett, amit én rendeltem, azok is ott vannak a leírásban. De jó lesz ez! Ha-ha! USB Colorful Humiditer. Ez nem más, mint egy párásító. Ha az erdődbe párásítja, akkor legit elismerem, hogy az igen. Na, de nem tudom, hogy ez fog-e működni, hozok vizet és hozok egy külső aksit. Hát de egy gomb van rajta, azt mondja, click the key, switch on the power. Hát úgy látszik, hogy mi hülyék vagyunk ehhez. Szerintem megszkemmel. Ez a termék nem működött a legjobban számunkra, de csak 1000 forintba került. Na. És van egy lámpa benne, este, hogyha kiteszed a polcra, akkor világít. Mit szólsz ez akkor? Nem kell, ez nem hülyeség. Kell. De az enyém lesz a következő. Akármi az, akárkinek vetted. Komolyan vetted. Az biztos nem lesz a tiéd. Há mi? Ez az enyém, gett szarok rá. Ez valami komoly tud, mert ez nagyon be van csomagolva. Az mi? Wow. What? Ez egy... Várja. Ez egy karbonnak... Carbon fiber! Carbon fiber! Nem! Ez csak festés, hülye gyerek, ez nem karbon, bazdmeg, ez műanyag. Tükörvédő? Mutasd ide! Autóra tükörvédő? Így van. Ez egy BMW M stílusú tükörburkoló. Rendeltünk egy kis tuningot az autómhoz. Oh. Te muró rendelsz tuningot az autóhoz? Legolcsóbb tuning. Te a sácban akarsz megdögleni, vagy a plafon? Plafon. Várjál, azt mondja
karbon. Látod? Karbon? Igen. Most nézzek ezt a dolgot. Ez karbon. Plasztik. Plasztik. Ja. Lehet, hogy ezt nem tesszük vissza. My god, szegény, baszki. Megvan. Neked hogy esne, ha bőrödet letépném, s látna a fejed így? Nem talál mi? De talál. Most. Jó, bekattantok. Bekattam. Szerintem nem tudom. De... Szerintem amúgy ez egy nagyon jó optikai tuning. Na mondod, ez szerintem többet ér. Ez 25.000 és 600 forintban. Két tuning tükű. Ez a pohár. Az mi? Ez a pohár többet ér. Az mi? Ez... Na jó, legyen itt a felül. Mi az a hosszú valami? Lássuk, hogy mi az. Valami ajándék számodra. Mi ez ember? Tuning cső. Neon. Neon cső. Jó, ez egy USB. Star Wars card. Tehát ez egy tripod neon fény, nem? Így van. Én tudok kardozni vele? Hát megpróbálhatod. Amúgy viccet félretéve, ez egy RGB 10 lámpa. Siásoin, siásoin. Ez a biztató a hangja. Abban egy LED csík van? Igen. Budget! Egy PVC-be húzott lett. Mennyibe kerül? Olyan drága, hogy fel sincs tüntetve, majd surprise. Ez 9322 forint. Figyelembe véve az, hogy még a remote control sincs a csomagba, és hogy nappal lószart sem látni belőle, és... Hát nappal miért akarod látni? Be kell dugni, nem hordozhatod, hogy legy elem vagy valami, hogy egy kicsit használd nem otthon. Rájöttem, hogy egy dolog azért hasznos az a cucc. Tehát ha teszem mind a két oldalára, védtem egy követ, valami. Erre jó. Ja, én láttam ilyen edzős videókat, ezt figyelj. Ez nem direkt. Na, mi? Vegyed ki az acskóból, ami van benne. Vegyed ki. Neked rendeltem. De hol van? Hát valahol. Ez? Ez. Az mi? Osztó! Neked rendeltem ez direkt. Ez kisgyerekekre van, bazd meg méret. Bazd meg méret. Hát de mire van ez, ha nem kisgyerekre? Ez mi? Ez Istvánnak az új... Ez tanga, bazd. Tangája. Szép. Hát fel, lássuk. Jó, használ? 719 forintba került. Ha, nem szól. De ez milyen miért? Húzd fel a fejedre. Ez kire van? Ha nem, na, tegyük fel. Hagyjál, nézzük már meg, hogy hogy áll rajta. Valami jót. Jaj, micsoda dekoratív, jó! Oh my god! Azt a te menő lettél, baszki! Oh, oh, oh. Jó füst van meg minden, nem? Hogy baszki. Lehet ilyen füstöt vágni ide? Ezt így felvéve kicsit boomernek érzem magam. Már annyira... Boomernek? Nem tudom. Pedig olyan lazának tűnt. Nem az, szóval ez a Tag Life-os szemüveg szerintem már kiment a divatból nagyon rég. De csináljunk új divatot. Így milyen? Nagyon jó. Mint egy fos Minecraft-os szemüveg. De ez nem Minecraft-os szemüveg. Ha nem nézünk. Ez Tag Life-os szemüveg. Ú, ez így sokkal jobb. Hát, ugye. Nem rosszból, de eléggé nem smooth a... 300 forint. 300... Hát, megértem. 300 forintért megértem. De ha mondjuk lett volna egy 5000, azt mondanám, hogy ezt... 5000? Így dobd el, ahogy van, tehát az... Ez ilyen vicc tárgynak 300, csak 300 forint? 300 forint. Viccként jó, poém. És végül, hogyha a Temu felkeltette az érdeklődéseteket, akkor ott a link a leírásban, de a kódot is megtaláljátok, amit hogyha beírtok 40.000 forintot fogtok kapni. És ha még szeretnétek ilyen jellegű videót látni, akkor nyomjatok 5000 lájkot, és találkozunk a következőben. Nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. A következőben találkozunk, sziasztok! Most nem kikeszed.